Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban olyan különféle dolgokat fogok bemutatni nektek, amelyeket nem máshol, mint egyes bálnákban találtak. Gondoltam, ha már volt erdőkben talált dolgok videó, amiben szerepelt egy bálna, meg volt sivatagokban talált dolgok videó is, amiben szintén szerepeltek bálnák, most hogy milyen formában, az mellékes, akkor megnézhetnénk azt is, hogy magukban a bálnákban miket találtak. Mármint nem az erdőben, meg sivatagban talált bálnákban, hanem úgy random ilyen-olyan bálnákban. Nem tudom egyébként, hogy ezt az ötletet írtátok-e már, ha igen, akkor nagyon szépen köszönöm, ha pedig nem, akkor is. Annyit azért elmondanék, hogy túl sok mindent nem találtam a témával kapcsolatban, mondjuk tény, hogy egy cseppet többet, mint azt először gondoltam, ám a lényeg, hogy nagy részt ennek köszönhetően a videóban felsórakoztatott dolgokhoz, vagy dolgokkal kapcsolatban, egy-kettő kivétellel, nem találtam eredeti képeket, de hát időnként megesik az ilyesmi. Vágjunk is bele. Negyedik. Szemét. Nos, mivel sajnálatos módon a tengerek meg óceánok tele vannak szeméttel, ezért talán nem is annyira meglepő, sokkal inkább szomorú, hogy időnként különféle meg fajta szemeteket találnak egyes bálnákban, és bizony ezek a mondjuk úgy akaratlanul elfogyasztott szemetek egyes esetekben, akár ezeknek az óriásoknak az elhalálozásában is szerepet játszhatnak. Pontosabban fogalmazva nem egy bálna halálozott már el annak köszönhetően, hogy a tele volt a gyomra meg a bele különféle, leginkább műanyagokból álló szeméttel. Sajnos ugye nem feltétlenül csak a bálnák vannak ennek a veszélynek kitéve, ugyanis rengeteg állat megszenvedi azt, hogy mi emberek nem megfelelő módon mondjuk úgy kezeljük a szemetünket. Persze nem akarok mindenkit egy kalap alá venni, de ettől függetlenül a probléma az fennáll. Na, de akkor lássunk is egy-két esetet. 2016. januárjában Németország északi részén 13 fiatalon elhunyt nagy ámbrászcetet sodort partra a víz, a szakértők eleinte nem voltak biztosak abban, hogy mi vagy mik okozták a cetek korai halálát, ám mint kiderült, a gyomruk tele volt különféle műanyagokkal, többek között műanyag autóalkatrészek, meg műanyag vödrök darabjaival, illetve ha jól értelmeztem, az egyik cetben még egy 15 méter hosszú halászhálót is találtak. Az említett cetek amúgy a korukat tekintve olyan 10-15 évesek lehettek, így azt nézve, hogy a nagy ámbrászcetek akár 60-70 évig is elélhetnek, ezek a példányok valóban igen fiatalon haláloztak el. Mindemellett olvastam egy szürke bálnáról, amelyet egy alkalommal Hollandia partjai mentén találtak, és amelynek a gyomra szintén teli volt műanyagokkal, többek között műanyagzacskókkal, virágcserepekkel, két slaggal, permetezővel, illetve egy 9 méter hosszú kötéllel, plusz, ha minden igaz, 2010-ben az Amerikai Egyesült Államok Washington államában is találtak egy szürke bálnát, amelynek a beleiben egy golflabdára, néhány mackónadrágra, műanyagzacskókra, orvosi kesztyükre, törölközőkre, ragasztószallagra és egyéb műanyag darabkákra bukkantak. Mivel ennél az esetnél a szemét a bálna gyomortartalmának mindössze 1-2%-át tette ki, ezért a szakértők úgy voltak vele, hogy nem ezek okozták a bálna halálát. Nos, amit még a műanyagokkal kapcsolatban megemlítenék, és amik igen nagy problémát okozhatnak, azok az üvegházaknál használt műanyag fóliák, ponyvák, meg lemezek, ugyanis ezeket is több alkalommal találták már leginkább szürke bálnákban, de a lényeg, hogy mindezek mellett sok mindent meg lehetne említeni, a cigicsikkektől kezdve a műanyag palackokig, úgyhogy lépjünk is tovább. Harmadik. Jegesmedve. Nos, mint ahogy az már a különféle szemeteket tekintve kiderült, a bálnák nem mindig azokat a dolgokat fogyasztják el, amiket szeretnének, így előfordul, hogy olyan állatok is az étlapjukra kerülnek, amelyekre nem is gondolnánk, meg ők se gondolnának. Mondjuk, ha a karcárnyú delfineket vagy más néven a gyilkos bálnákat nézzük, akkor figyelembe kell venni, hogy ezek a ragadozók nagyobb állatokat, köztük fókákat, delfineket, netán más bálnákat is fogyasztanak, ám ha például
például egy nagyrészt halakkal táplálkozó hosszú szárnyú bálna teszi ezt, akkor az már sokkal szokatlanabbnak tűnik. Nyilván egyes bálnák a méreteiknek köszönhetően nem tudják befolyásolni, hogy mi kerüljön a szájukba, majd ezt követően a bendőjükbe, ezért a leírtak szerint előfordult már olyan is, hogy jegesmedve maradványokat találtak különféle bálnákban, persze mindemellett előfordultak más állatok, köztük jávorszarvasok, vagy éppen egyéb hüllők is, úgyhogy azért akadnak érdekességek. Nem tudom egyébként, hogy a bálnák milyen gyakorisággal és milyen mennyiségben fogyasztanak jegesmedvéket, és ezzel mekkora károkat okoznak, ha okoznak, ugye mindezt véletlenségből, ám időnként maguk az elhalálozott bálnák tetemei nyújtanak táplálékot a jegesmedvéknek, így valamilyen formában mondhatjuk, hogy semmelyikük sem szenved hiányt, kivéve azokat, amelyeket megesznek, de ez most mindegy. Második. Veszélyeztetett fajok. Természetesen ugyanúgy, mint bármilyen más állat, egyes veszélyeztetett fajok is áldozatul eshetnek a bálnáknak, mondjuk ez a világon bármely állattal előfordulhat, ugyanis például egy ragadozó nem nézi, hogy a kiszemelt zsákmány az most veszélyeztetette vagy sem, így ez egyetlen állatot sem fog megmenteni, egyetlen éhes szájtól sem. Én a bálnákkal kapcsolatban most csak egyetlen fajt, méghozzá az európai angolnákat találtam, amelyek súlyosan veszélyeztetettek, és bár a leírtak szerint valóban előfordul, hogy egyes bálnák fogyasztanak ilyen angolnákat, nyilván nem direkt, mégis a számuk csökkenésében nem a bálnák, hanem a túlhalászás, különféle élősködők és egyéb sok dolog játszott, vagy éppenséggel játszik szerepet. Nagy a valószínűsége annak, hogy az angolnák mellett akadnak más veszélyeztetett fajok is, amelyeket a bálnák időnként elfogyasztanak, de ezzel kapcsolatban nem találtam több információt. Első. Ember. Talán mindenki hallotta már Jónás történetét, amelyben Jónás Istentől kapott feladata elől menekülve egy cet gyomrában köt ki, ahol egyébként nem kevesebb, mint 3 napot tölt el. Nos, egy legenda szerint 1891-ben egy James Bartley nevű bálnavadásszal hasonló dolog történt, mikor is egy nagy ámbrászcet megtámadta a csónakját, majd ő ezt követően a cet szájában, majd a gyomrában kötött ki, ahol a leírtak szerint egyébként 36 órát töltött el, és ahonnan a társai segítségével jutott ki, még hozzá élve. Mint később kiderült, ez a történet nem valós, akárcsak annak az 56 éves spanyol halásznak név szerint Luigi Márqueznek a története sem, akiről 2016-ban azt állították, vagyis hát igazából ő állította magáról, hogy a tengeren hajózva egy vihart követően a vízbe zuhant, ahol egy bálna bekapta, majd lenyelte őt, ő pedig 3 napot töltött a bálna gyomrában, ahol a vízálló órá világított, és ahol nyers halat fogyasztott, hogy életben tudjon maradni, és ugye életben is maradt, csak hát ja. A képen egyébként nem is Luigi, hanem egy Mike nevű illető szerepel, mondjuk arról fogalmam sincs, hogy Luigi valóban létezik-e, vagy sem, ám az a lényeg, hogy a története nem valós. Mindezek ellenére a szakértők szerint egyáltalán nem lehetetlen az, hogy egy bálna lenyeljen egy embert, méghozzá egyben, ám onnantól fogva, hogy a lenyelt illető a gyomorba kerül, egyszerűen kalapkabát. Csókolom. Nem tudom, hogy ti láttatok-e már olyan videófelvételeket, amelyekben bálnák véletlenségből bekapnak, majd kiköpnek embereket. Én most találkoztam egy-kettővel. Ugye ezeknél az eseteknél a szerencsétlenül, vagy éppen szerencsésen járt illetőknek sikerült túlélniük ezt az egészet. Ám ez nem azt jelenti, hogy az ember minden egyes helyzetben biztonságban van ezeknek a valódi óriásoknak a közelében. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, esetleg osszátok, és persze nem utolsó sorban, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el a csengettyűt sem. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!